Dom Edit, Frank Ráhel, Kriszti Korsolya és Daróczi Liza fuvola játéka nyitotta Gombos Ferenc kiállítását a Bihar vármegye képgalériában. A Tájak emberek elnevezésű tárlaton a fotográfus 70 képe tekinthető meg. A címben megjelenő szám a kiállító korára is utal, hisz Gombos Ferenc március 1-én töltötte be 70. életévét. Berettyóújfaluban már jó néhány éve hagyomány, hogy annak a településhez kötődő alkotónak, művésznek, aki ilyen kerek születésnapot ünnepel, jubileumi tárlatot rendez a művelődési ház. Így történt ez most is. A kiállítás megnyitón elsőként Muraközi István köszöntötte a város nevében a fotográfust. A polgármester említést tett az erre az alkalomra készült kiadványról, melyben az írások mellett Gombos Ferenc munkái láthatóak, de szólt a galéria falai díszítő alkotásokról is. Itt vannak ezek az arcok, itt vannak ezek a tájak, nem fogok műemlékezésbe belemenni, de természetesen én sose látom ezeket. Mert ehhez egy olyan alkotónak kell lenni, egy olyan fotoművésznek kell lenni, aki mindezt megláttatja bennünk. És külön köszönjük Ferencnek, hogy nem csak ezekkel az alkotásokkal, hanem egy két nagyon komoly könyvvel is öregbítette a városunknak a hírnevét, és az a már két fordulót megélt Berettyóújfalu kötet, szintén az ő képeit forgathatjuk benne. Természetesen ez csak egy állomás az alkotó művészetednek, mert vélhetőleg fiatal alkotóként még nagyon sok tárlaton szeretnénk találkozni veled. De az élet száfolata vagy annak a Murphy idézetnek, hogy miszerint aki tudja, csinálja, aki nem tudja, tanítja. Hiszen az elmúlt évezred 70-es évek óta a fotósulit is tartasz, és azt gondolom, hogy nagyon sok tanítványodat indítottad el azon az úton, hogy legalább ilyen szinten lássák a tájakat és az embereket. Egy olyan művészről beszélünk, aki nemzetközi szinten is elismert, kezdte gondolatait Tóth Ferenc. Komádi polgármestere megnyitójában a bihari táj szépségéről is beszélt. Elsősorban ugye mi nálunk, hogyha Biharról beszélünk, nem csak a szűke pátriánkról, ugye földinként Komádiról, vagy éppen Berettyóújfaluról, hanem most már arról a területről is kell beszélnünk, ami 100 évvel ezelőtt elszakadt tőlünk. Sokszor elfelejtjük azt, hogy egész nagy szalontáig húzódott a Biharnak a térképe, a Bihar ország, ahogy nevezték, és ugye Szabó Pál írta azt, hogy szülőföldön Bihar ország, és abban van egy nagyon rövid idézet, amit szeretnék mondani, mégpedig az, hogy Bihar ország. Aki egyszer megkóstolja kenyerét, borát alig ha vágyik el ismét aztán. Hogy milyen népek, töredékek maradtak itt évszázadok áramlásába, vagy jöttek be szándékosan ide a mindmáig fennmaradt családnevek bizonyítják. A Bogdán, a török, az olá, a horvát, a német, sorolhatnám a rácot hozzá, vagy éppen sorolhatnám még a lengyelt is, mert minden ilyen családnevek itt ezen környéken megfordulnak. És ezek mindannyian itt gyökeret vertek. És hol, hogyha belegondolunk, és nézzük ezeket a képeket, akkor azt látjuk, hogy olyan tájat figyelünk, amely víz járta, mocsaras, szikes föld, aminek a szépségét csak mi magunk, akik itt bihariak vagyunk, látjuk igazán, de ugyanezeket látjuk a portrékon. Ugyanezeket látjuk, azokat az arcokat, akik ebből a földből éltek. A juhászok, a számadók, azok, akik itt művelték a földet és művelik ezt a földet, és bizony találunk olyan képet is, amelyik a kisebbséghez, a cigánysághoz kapcsolódik. Nagyon fontos dolog, mert számunkra, mindannyiunk számára látjuk azt, hogy milyen alázattal és szépséggel nyúlt Feriha képhez, és ez mi nekünk, akik együtt élünk, egy nagyon fontos szempont. Nyugodtan beszélhetnénk Bihar történelmével kapcsolatban arról is, hogy az a sok nép együtt tudott élni. Ide vissza tudott jönni. És vajon mi lehetett ennek az oka? Mi volt az, hogy ez a nehéz történelmi, meg nehéz sorsú táj mégis beleivódott, meg beleragadt Magyarország történelmébe? Ezzel kapcsolatban pedig egy 1938-ban kiadott Bihar vármegye története, egy monográfia, biztos sok mindenki számára ismerős, abban van dr. Szilágyi Sándornak néhány mondata, amit én úgy érzem, hogy nagyon fontos lenne, hogy megismerhessük. Nem azért, mert Biharba születtem, nem azért, mert jó ideig itt nevelkedtem, nem azért, mert hozzátartozóim nagy része ma is itt lakik, vagy mert őseimnek legnagyobb része bihari földben pihen, hanem évtizedes, hosszú tapasztalataim alapján állítom azt,
hogy mindaz a jó, ami a magyar népnek jellegzetes tulajdonsága, az a bihari népben fokozottabb mértékben megvan, a bihari népnek szerte az országban nincs már. Mi elfogultak vagyunk, és ezért igazat is adunk dr. Szilágyinak. Ezek a portrék is, illetve maga azok a képek, amik itt vannak, bizonyítják azt, hogy Bihar mi számunkra a világ közepe egyrészt, másrészt meg, hogy tényleg ilyen jó emberek élnek itt, és ebbe szeretnék bízni nagyon sokáig, és nagyon szeretném, hogyha mindannyian ezt érezhetnénk. Kocsis Csabát sok dolog köti össze a kiállító Gombos Ferenccel, amiből néhányat a közönséggel is megosztott a március 3-ai tárlat megnyitón. Egyik dolog az, hogy ilyenkor mindig, hogyha életmű kiállítást látok, ami azért a életednek a első harmadát jelenti, és még lesz további több kiállítás is, a Körmendi Lajos dolga jut az eszembe, hogy az igazán fontos dolgokról nem szavakkal, hanem egy egész élettel lehet mondani valamit. Ez az egyik ilyen dolog. A másik az, hogy ugyanolyan rend van az autódban, mint az enyémben. És mégis az, hogy a képeken, ha megfigyelitek, megfigyelik, mindenütt rend van. Ott minden szabályos. Azt gondoltam én, hogy Gombos Ferenc egy sok nyelven beszélő ember. Miért sok nyelven beszélő ember? Kevés olyan embert ismerek, aki egy professzorral ugyanúgy szót tud váltani és meg tudja érteni, mint az egyszerű emberrel. Ez egy olyan tulajdonsága, ami nagyon-nagyon fontos. A másik dolog az, hogy ő diszkós volt, és bohémek voltunk, fiatalok, és nem tudom, és akkor itt ebben a teremben volt az első, aztán az első kiállítások egyike volt. Azok a szikes földek már megjelentek, azok a barázdált parasztarcok megjelentek. Azt gondolom, hogy ez megint számomra egy fontos, gondolom neked is az volt, mert az első kiállítások egyike volt. Nagyon fontos dolog volt. Volt egy budapesti találkozásunk, a Összefonódás címet viselte, milyen érdekes volt, Feri megjelent az utcán. Jaj, elmegyek! Hozta a fényképezőgépet, Balogh Gyula, Mohácsi Viktória, Balogh Laci, és én voltam a negyedik, akik játszottam, megfényképezte, utána elküldte ezt a 30 fotót, mondta, hogy mocskos kezeddel ne érintsed. Az is egy közös projekt volt, mikor egy kertvégi budiból eljutottunk Európával az Open című kiadványjal, ezt azt hiszem angolul is megjelent. Tehát egy szépséget meglátni egy olyan építménybe, ami a kert végében van, mert a festék így pattogzik le, amúgy pattogzik le. Azt gondolom, hogy ez nagyon érdekes dolog. Biharról beszéljünk. A bihari füzetekben jelent meg Erdély Gábornak. Az a mondata Erdély Gáboré van, ami azt gondolom, hogy sokat számított ahhoz, hogy idézzük, az, hogy aki nem jó lokálpatrióta, az nem jó patriótának sem. Egyszerű mondat, de valahogy ez így van. Ha mi ezt szépnek tudjuk látni, mert te szépnek láttatod velünk, hogy fogadjuk el azt, hogy ahol élünk, ez igenis, hogy szép, igenis, hogy jó, megvannak a maguk értékei, nem kell mindig nagy dolgokra gondolni. Gombos Ferenc szülővárosában, Komádiban ismerkedett meg a fotózással. Első képe 1970-ben a Hajdúbihari Naplóban jelent meg. A 2011-ben Bátori Gábor díjjal elismert fotográfus mostani kiállításán bihari tájakat és bihari embereket mutat be. Az én kötődésem az itt van Biharba, gyökereim itt vannak, ez az életem, ide járok le, itt születtem, és lassan, ahogy megöregszem, ide is jövök vissza. Ez alatt a 70 év alatt mennyi időt szánt a fotózásra, mióta része az életének ez? Hát, hogyha jól összeszámolom, akkor olyan 65-öt, de körülbelül olyan 50, legalább 55. De mi fotósok most már nem évekbe számolunk, hát milyen hülyeség az évekbe számolni, hát az semmit nem jelent, hogy ki hány éves. Mi már képekben, pixelekben számolgatunk meg, darabokban. Az éveknek nincs jelentősége szerintem. Most már így vigészkedik, hogy te már 70 megapixeles vagy csak 40 megapixeles. Thank you.
érdekelt mindig általános iskolában is, hogy hogy lehet képet alkotni, hogy lehet ezt megcsinálni. Rácsodálkoztam mindig az ilyen dolgokra. És aztán az iskolában volt egy gyerekfotó szakkör az általános iskolában, még Komádiban, Egy Miklós tanárulnál, és ott elkezdtünk szakkörözni. És gyakorlatilag attól kezdve mindig fotózok. A tájak és az emberek azok, amik úgy a legközelebb vannak hozzám, és ha csak úgy fotózgatok, akkor főleg tájakat, embereket. Egyébként meg megrendelésre mindent fotózok, amikor van munka. Mi az, amire figyel, amikor egy-egy képet elkészít? Mitől lesz jó igazán egy fénykép, egy fotó? Nagyon nehéz erre receptet mondani, de amikor az ember meglát egy témát, és ez valahogy megérinti, azt mondja, hogy na, ez igen, ebben van valami, ezt érdemes ezt a pillanatot megörökíteni, ennek van üzenete, ez valamit el lehet mondani, ez valamit lehet, ki lehet fejezni, akkor érdemes megnyomni a gombot. És aztán, hogyha jól sikerül, akkor ezt tovább is lehet adni, ezt az érzést, ezt az üzenetet. Ezeknek a képeknek itt a galériában milyen üzenete van? Mindenkinek más szerintem, mert ahányan vagyunk, annyiféleképpen látjuk a világot. Ebben mindenképpen benne kell, hogy legyen, legalábbis én úgy érzem, hogy a egyszerű kis emberek iránti empátia, a piani tájhoz ragadás, a ragaszkodás, a hazajövés, az itthon vagyok, ezek azért szerintem ennek benne kell, hogy legyen. A képeknek a többsége fekete-fehér változatban készült el, ez minek tudható be? Miért ilyen a többség? Természetesen ma már mindenki színesben fotózik, mert a technika az olyan, hogy nem kell most drágább színes filmet vennem, vagy olcsó fekete-fehéret, hanem a pixel az úgy megvan mindenütt, ahol kell. De ezeket a kép expresszivitását sokféle módon tudjuk befolyásolni. Én úgy gondolom, hogy egy jó monokróm, egy visszafogott színvilág, az lehet, hogy többet mond, mint amit egy ilyen képaslapszerű valóságot próbálunk megfotózni. Itt a tájnál különösen, a felhőknél különösen, mert attól nagyon sokszor dicsesé válik egy fotó, amikor olyan szép naplementés, meg színek, meg minden, de hogyha ezt egy kicsit lejjebb szűrjük, és jobban kijön belőle a valóság, akkor egész más lesz a hatása. Azt gondolom, hogy ez csak egy eszköz arra, hogy mit akarok kifejezni, de nem vetem meg a színeset nyilván, mert színesben ugyanúgy fotózunk, meg komponálunk. Szín talán annyival bonyolultabb, hogy ott azért nagyon jó kell gazdálkodni a színekkel, hogy mik a színarányok, egy kis színelméletet azért jó, hogy az ember ismer, de amikor egy jó színes fotó születik, azért az van olyan jó, mint egy fekete-fehér. Csak nem szabad a színekkel nagyon hivalkodni, illetve hát azt úgy kell szint használni, ahogy oda illik ahhoz a témához, meg ahhoz a képhez. Ez a pálya, ez nem olyan egyszerű,
Itt azért nagyon nehéz sikereket elérni, meg sok az irigy, meg a szakma is ma már egész mást jelent, mint régebben. Meg ez az egész fotózás egy ilyen nagy nihil, egy nagy ilyen nagy szempényvesztés lett, mert gyakorlatilag az ember, amikor megcsinál egy képet, úgy gondolja, legalábbis ezelőtt, még 5-10-20-50 évvel ezelőtt azt hittik, hogy na most aztán megmutatjuk, hogy mi a valóság. Hát ma már kiderült, hogy amit lefényképezünk, az sem biztos, hogy a valóság. És aztán ez a kis fotó, hogyha bekerül egy ilyen nagy metakommunikációs gépezetbe, egy olyan szöveg környezetben, egy olyan oldalra, egész más lesz a jelentése, mint amit gondolnánk. Én már nem hiszek ebben, hogy a dokumentális hitelességnek megmutatjuk, hogy mi az igazság. Ez már nem így van. Ez egyik nagy, azt hiszem, hogy Sára mondta az egyik Porcsé filmjében most, hogy csak Istenben és a művészetben lehet bízni. Tehát, ha egy kép eléri azt a színvonalat, hogy mondjuk, hogy na, ez valakinek üzen valamit, valakinek megérinti a lelkét, abban talán lehet bízni. De ma már a dokumentális fotó az már csalós nagyon. Talán a legnagyobb csalódás mostanában számomra a természetfotó. Mert ugye rácsodálkoztunk, hú, hanyott testünk, hogy a gémnek a szájába ott a hal, és a halnak a szemét kifotózza, közben repül meg, fú, hát micsoda csoda. És most már ugye tudjuk azt, hogy az egész egy nagy csalás, be van etetve a színpad, felgyulladnak a villanyok, meg van terítve az asztal, felgördül a függöny, és ha van egy 10 millió forintos fotós cuccod, akkor garantáltan tudsz egy jó képet csinálni. De ha nem sikerülne mondjuk 7 óra 15 perckor a sasot elkapni, akkor még 150 dollárért vagy 150 eurót tesznek még egy egeret, és akkor biztos másodjára sikerül. A fotózás területén mi az az eredmény, amire igazán a legbüszkébb? Én nem számolom az eredményeimet, de talán arra a képre vagyok a legbüszkébb. Ott az a Mennyasszony című fotó, ami a 100 Erdély című kiállításon a közösségdíjat elnyerte. De egyébként meg úgy az egészre, mindegyikre. Az, amelyiket már valaki megdicsi, és azt mondja, hogy na, ez egy jó kép, az már nekem elég. Gombos Ferencet születésnapja alkalmából tortával is köszöntötték, így a program a finomság elfogyasztásával ért véget.